szeretettel köszöntöm Önöket a könyvtárunkban. Bizonyára hallottak már róla, hogy az idén a Meseútja program keretében a Fák erdők éve lesz. Nagyon sok érdekes, izgalmas programmal, különféle versenyekkel, amit meg is tudnak tekinteni a diadalkönyvtár.hu könyvtári honlapon. Most, hogy így találkozunk képernyőn keresztül, szeretném megköszönni Önöknek azt a segítségét, amivel támogatják a könyvtári programot és életben tartják. Még egyszer nagyon köszönöm. Egyúttal meg is mutatnám azokat a kincseket, amit a gyerekek így október végéig már készítettek ezzel a könyvtári projekttel, a Fák erdők évével kapcsolatban. Ugye, hogyha fák és erdők mindenkinek, legelőször Lázár Ervin négyszögletű kerek erdője jut eszébe. Szeretnék mutatni Önöknek egy dedikált példány. 2006-ban volt alkalmam Lázár Ervinnel személyesen is találkozni. Sajnos őt már nem tudjuk elhívni az idei év díjkiosztójára, viszont el kell mondanom azt az örömhírt, hogy lánya, Lázár Fruzsina, aki valaha egyébként a Berzsián és Dideki című mesekönyvet kitalálta, ő lesz a díszvendégünk. Tehát mindenkit buzdítok arra, hogy dolgozzon az idén, mert májusban a könyvtári év évzáróján Lázár Fruzsina lesz a díszvendégünk, az ő kezéből vehetik át majd a győztes gyerekek az okleveleket. És most nézzük, miket is rajzoltak már. Nagyon sok alsós osztály járt nálam, 5 mesét dolgoztunk fel, ebből az egyik maga a bemutatkozunk a négyszögletű kerekerdő egyik meséje volt, és ezt ajánlom Önöknek is, Lázár Ervin receptje a szomorúságra, hogy fussunk ki a négyszögletű kerek erdőbe, mert hogy ott csupa olyan dolog történik, ami az embernek jó, jól érzi magát, tehát azt hiszem, hogy a esős idő ellenére is érdemes erdőbe menni, megolvasni is. Ezek közül a mesék közül, amit az alsósokkal feldolgoznak, mutatok még néhányat. Talán ismerik is ő, Nagy Zoárd, a létező fenyőfa, szintén a négy szögletű kerek erdő egyik lakója. Alatta látszik a Macskaherceg 9 élete című mesének az illusztrációja. Nagyon érdekes meserészlet, itt öreg hölgyek fává változnak, Lambert Rozáliát és Mit Jolánkát láthatjuk. Negyedikes osztály munkája. Kányádi meséket is feldolgoztunk, ebből az egyik a Világgá ment a nyár. Több osztály is lerajzolta ezt, valamint a Táltos madár című Kányádi mese csodamadarát is megnézhetjük. Egy másik kedves mese, szintén Kányádi tollából, a Meddig ér a rigófüty. Ezeket az illusztrációkat készítették a gyerekek. De nem csak rövid meséket tartogat ez az olvasólista, van nagyon sok olyan kis regény, ami kisebbeknek szól, akár Ser Katalin Nefelé című könyve, de itt van a Zöld macska titka is, mert hogy a Lármás Rumli is egy érdekes fa, ami szintén benne van a versenyünkben. Egészen kicsiknek az Erdők mezők népmeséi állnak rendelkezésre. Gondolom, hogy ismerik a listákat, amit szintén megtekinthetnek a könyvtári weboldalon is. Évfolyamonként 40-50 könyvet ajánlok, ebből érdemes választani. És most még néhány könyvet mutatnék, ami a legnagyobbaknak szól. Az Ágról szakadt Tóbiás, az idei egyik kedvenc, már többen elolvasták, nagyon tetszett mindenkinek, de ugyanígy tudom ajánlani a Veszélyben a tölgy című könyvet, a Levél a királynak, illetve annak második kötetét, a Nagy vadon titkait, az erdélyi foci bajnokságot, vagy a Robin Hoodot. Közeleg most az őszi szünet, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy vegyen elő egy jó könyvet, és töltsenek kellemes pillanatokat az erdő és a fák évében otthon is.